volt egy konferencia, ahol beszélt valaki, és én egyszerűen fogtam magamat, és egyszerűen kipenderültem oda a konferenciaterem közepére, és elkezdtem énekelgetni. Nem tudom, hogy ez miért volt, vagy hogy volt, de hát énekeltem, és azóta is énekelek. A legkorábbi zenei emlékeim azok óvodáskorom előttre datálhatóak. Édesanyám vett nekem lemezeket, illetve kazettákat, Prokofjev Péter és a Farkas, meg Saint-Saëns állatok farsangja, és én kislányként már ezeket hallgattam. Persze nyilván szólt otthon Bonnie M is, meg Beatles, meg Abba. És mikor óvodáskoromban jártunk énekórára, én emlékszem, hogy én untam az énekórákat, mert hát ez borzasztó unalmasak ezek a kis gyerekdalok, és én ezt emlékszem, hogy valahogy szóvá is tettem az óvónének, hogy jaj, de unalmas ez, de mi kell ezt énekelni. 6-7 éves korom körül kezdtem el járni a nagytartsai gyerek énekkarba. 7 éves koromba kerültem Faragó Laurához, tehát akkor az már egy ilyen megváltás volt, hogy jaj, de jó, nem csak a többiek énekóráján veszek részt, hanem végre kapok is valami pluszt, ami kielégíti az én őrült tudásszomjamat, ami ma is megvan. Na meg az is a korai zenei emlékek közé tartozik, amikor a nagymamámmal énekeltünk korálokat együtt az énekeskönyvből. Elmentünk a kis szobába, ketten is énekeltünk, és ilyen emlékeim vannak. És amikor esténként édesanyám baromi fáradt volt, és már lefekült, nagyon fáradt volt, akkor nagyikám altatott el, és ő énekelt nekem az ágyamnál, és ő mesélt nekem. Úgyhogy hát valami ilyesmi, ami így dereng. Volt egy okleveles kántorunk templomban, és mindig megkérdeztem, hogy és ki játszik az orgonán. És amikor megmondták, hogy az a bizonyos ember, akkor már örültem, mert akkor tudtam, hogy színvonalas orgona muzsikát fogok hallgatni. Később aztán elkezdtem odafigyelni a prédikációra is, de az első, ami megragadott, az az egyházi zene volt. Az unoka nővéremnél volt egy zongora, és azon elkezdtem játszani az egyházi énekeket. Először még csak két ujjal, meg csak a dallamot, meg rögtönöztem hozzá egy szólamot, aztán később már kisebb fajta harmonizációt csináltam hozzá, és erre így felfigyeltek. Az akkori nagytartsai lelkész, Gáncs Péter beajánlott Fótra, de most én korkedvezménnyel kerültem Fótra, 10 éves koromban. Hát előtte én már Faragó Lauránál népdaléneklést tanultam, 7 éves korom óta. Aztán elkezdtem az alapfokú szolfés tanulmányaimat, egyrészt Fóton, másrészt a Vakok Általános Iskolájában. Elkezdtem aztán zongorázni is. Amikor 8-os lettem, akkor eldöntöttem azt, hogy az éneklés az, ami közelebb áll hozzám, már akkor is ki mit tudokon szerepeltem, stb. És felső tagozatban már ugye népdalversenyeken, először csak kerületi, aztán országos népdalversenyeken szerepeltem, és értem el aranyhelyezéseket 1995-ben és 96-ban. A Bartók konzervatóriumban is korkedvezménnyel vettek föl, tehát én 15 éves voltam, amikor bekerültem a Bartók konziba, és utána felvételiztem a Zeneakadémia magánének tanszakára, és a diplomámat pedig 2008-ban tettem le Pécsett, magánének tanárének kamaraművész diplomát, Rajk Judit professzor vezetésével, és akkor írtam meg az első szakdolgozatomat Schubert Winterreiséjéből, meghatározó élmény volt számomra ez a szakdolgozat. És utána elmentem az Evangelische Hochschule für Kirchenmusik egyházzenei főiskolára, egy évig voltam ott vendéghallgató. Itt orgonálást tanultam, és utána átmentem a Salzburg Mozarte Universitätre. 170 emberből 10 embert vettek föl, köztük engem, és én lettem a Bonnie Foundation és a Singer Support ösztöndíjasa, Barbara Bonnie
növendékeként, magánnövendékeként. Ez az ösztöndíj, ez 2 évig tartott. 2011-ben felvételt nyertem a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolának a kántor tanszakára. 2014-ben szereztem meg a kántori kitüntetéses diplomámat. Elkezdtem orgonálni. Nagyon-nagyon megszerettem ezt a nagytartsai templomnak az orgonáját. Tehát egyfajta kötődés van bennem, nem csak a templomhoz, a gyülekezethez, hanem ehhez a hangszerhez is. Az első csetlés botlásaimnak szó szerint is a tanúja volt ez a hangszer, meg annak is, ahogy most orgonálok. A második szakdolgozatom, amit a kántor diplomán kapcsán írtam, az pedig arról szól, hogy milyen egységet képeznek a történelmi egyházak, tehát református, katolikus, evangélikus egyházak énekei. És arra jöttem rá, hogy az Úristen valami csodálatos egységet teremtett az ő egyházi zenéjében. Nekünk, kántoroknak az a feladatunk, hogy a zenei egységet megteremtsük a liturgiában. Legyél te akár katolikus, akár evangélikus, akár református kántor. Hát az én életem az egy jó példa erre, ugyanis én evangélikus kántorképzőben kezdtem. 2011-ben kerültem a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolára, és 2014-ben szereztem meg a kitüntetéses diplomámat, és most pedig a Pesszentlőrinci Bélatelepi Református Egyházközségnek vagyok a kántora. Úgyhogy ez az ökumenizmus jellemzi tulajdonképpen nem csak az én kántori pályafutásomat, hanem az egész zenei látásmódomat. Tehát én egybe látom a protestáns korálokat, a gregoriánumot, amit Luther is felhasznált, és amire ráláthattam a katolikus főiskolán, és hát a gyönyörű református zsoltárokat, amikkel most ismerkedem, és ez egy teljesen másik zenei világ, egy teljesen másik zenei dimenzió, de azt gondolom, hogy mind a háromnak együtt van jogosultsága, és együtt van helye az egyház zenében. Én magam harmonizálom az énekeket, tehát én nem játszom korálkönyvből. Nyilván egy alapot ad, hogy kell azt a zsoltárt megharmonizálni, de én írom a kíséreteket saját magam előjátékkal, utójátékkal, improvizációval. Nekem abszolút hallásom van, ami áldás és átok egyben, hiszen meghallom azt, hogyha bármi hamis. Viszont kántorként áldás is, amikor úrvacsora van, én is veszek úrvacsorát, és amikor visszaülök, akkor a gyülekezet lecsúszik, ugye, mert hát akkor nincs, aki vezesse az éneket, és természetes módon én azon a hangon, abban a hangnemben kapcsolódok be, ahova a gyülekezet érkezett. Ott folytatjuk az éneket, igen.